Gyerekkoromban szolmizációs hangok és ABC-s nevek töltöttek ki a mindennapjaimat, amit nagyon-nagyon élveztem, a közös éneklés, a társaság. Aztán később rádöbbentem, hogy a Kodály módszernek mennyi mindent köszönhetek, fegyelmet, figyelmet, együttműködést, és beszédtechnika és kommunikációs coachként fedeztem fel a legnagyobb értéket, hogy közel kerültünk önmagunkhoz, az érzéseinkhez, és megtanultuk kifejezni azt és hatni másokra. Úgyhogy egy fő vezető mondatom lett Kodálytól az, hogy van a gégétekben olyan hangszer, ami szebben szól minden hegedűnél, csak legyen, aki megszólaltassa.